Summer ugyan egy kicsit megszeppent a kamerától, de úgy nyilatkozott, nem szeretne kidobott karácsonyi kutya lenni, ahogy a többi menhelyi kutya sem. Bár a filmek gyakran mutatják meg hétnek a piros masnis dobozban átadott kiskutyát, a pillanatnyi öröm után a szürke hétköznapok következnek. Ez pedig annyit jelent, hogy gondoskodni kell egy élőléről, a kölyök kutyák esetében pedig kifejezetten sok teendője van egy gazdinak. Hogyha lakásban tartjuk, már pedig sokan ugye lakásban szeretnék tartani az állataikat, akkor ugye jönnek azok a problémák, hogy nem szobatiszta, tiszta, rákcsám, stb. És pontosan ezért mindig óvaintjuk az embereket attól, hogy karácsony ajándék legyen egy állat. Nem is nagyon szeretjük, és nem is nagyon engedjük, hogy karácsony környékén kifejezetten ezzel a cél célral fogadjanak körökbe. Mindig elmondjuk, hogy olyan emberek jöjjenek hozzánk körökbe fogadni, akik ők maguk fognak az állattal foglalkozni. Nem zárkózunk el egyébként attól, hogy karácsonykor örökbe adjunk természetesen, hiszen akármennyire is ünnepi időszakról van szó, és megvan a veszélye annak, hogy később kiteszik ezeket az állatokat, viszont természetesen nem vesszük el az esélyt tőlük, hogy karácsonykor gazdisodjanak. Azt gondolnánk, ilyenkor megrohamozzák a menhelyeket az örökbefogadók. A telephely vezetője azonban azt mondta, sokan úgy vannak vele, inkább majd tavasszal visznek haza kutyát. Ebben némi negatív érzet üti fel a fejét, mégpedig az, hogy télen nem akarnak annyit foglalkozni a leendő gazdika a kutyával. Ezért ezeket a jelentkezőket erősen megszűrik a gondozók. Az egyre felelősség teljesebb gondolkodás ellenére azonban azt tapasztalják, még mindig sokan tesznek kiskutyát a fa alá, és ezeknek sajnos jelentős százaléka végzik kidobott kutyaként tavalyi időszakban is volt olyan kis kutya, egy kölyök kutya, akit gyakorlatilag vadi új nyakörvel, szépen sampon az egyik áruházláncnak a parkolójában kitéve találtak meg, pontosan karácsony másnapján. Egyértelműen karácsony ajándék volt a kutyus, hiszen hiába kerestük a gazdit, nem lett meg. Úgyhogy azóta már egyébként gazdásodott, a karácsony utáni időszakban általában nem teljes almokkal találkoznak az állatvédők, mint egy-egy tüzelési időszak után, hanem jellemzően egyedüli, ápolt kutyusokat találnak. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy ezek az állatok a figyelmeztetések ellenére rossz családnál kerültek karácsonyi ajándékként a fa alá.